Lényegében már az első negyedben eldőlt azzal, hogy 18 pontos előnyt szerzett a cseh Nymburk otthonában az atomerőmű KSC Szekszárd, a papíron nehéznek ígérkező csoportkör záró meccse. Az elkövetkezendő 3x10 perc tiszta játékidőben nem volt más teendője a legjobb összetételben pályára lépő magyar bajnoki ezüstérmesnek, mint a megnyugtató előny megtartása. Ami teljességgel sikerült, köszönhetően annak, hogy a Nymburkban nem akadt egyetlen kiemelkedő dobó teljesítmény sem ezen a meccsen. Mindenki tette a dolgát náluk, küzdöttek becsülettel, de a kékek a Szekszárd ellen ma ez kevés volt, amelyet ezen a 22 pontig jutó Eldebrink, a 19 egységet szerző McCall és a 16 pontos Abby Bishop repített nagy célja a továbbjutás felé a H-csoportban. Meg is lett ez, miután a KSC Szekszárd 72-49-es győzelmével csoport első lett, megelőzve legfőbb riválisát, a szlovák Ruzsomberokot, amely egyébként a célja otthonában a zárókörben kikapott 3 ponttal. A szekszári csapat playoff mérkőzés nélkül jutott az Európa Kupa 16 csapata közé, ellenfélre várva a januári egyenes kiesés szakaszban a folytatásra.